csodálatos városba muzsikálni. Nekem vele az egész együttesnek nagyon sok élménye fűződik ehhez a vidékhez. Majd lehet, hogy mesélek a koncert alatt, mert volt egy néhány tréfás esemény is, ami belük történt, de most folytatjuk kalotaszegi hajnalival, Bodonkuti hajnali, hölgyeim és uraim, Kacsó Hanga. Thank you.
Békási muzsikával folytatjuk. Azt nem kell magyaráznom, hogy ez a hangszer a gardon. Megmondom, mindenkinek van otthon. Este buheráltam, hogy megcsináljam, de ennyire sikerült.
Na most ebben a technikában, ahogy a kartonos játszik, hol a húrt üti, hol a fát. Laci mindig oda szól nekem, hogy minél több fa legyen. Hát most elég sok volt. Újabb emlék most van, igen. Érik Péter barátom kezében egy furúja, mégpedig a somogyi dél-dunántúli pásztorok használatos pásztorhangszere, a hosszú furúja. És ezt azért hívják hosszú furújának, mert ez egy hosszú furúja. Thank you.
itt is, Mátván is, nem hiszem, hogy különösebbe kell mutatni, az ő fiatal nemzedék egyik legcsodálatosabb, legtehetségesebb énekese. Amikor ő megszületett, akkor mi már több mint 20 éve zenéltünk. Egy kis különbség van közöttünk, korkülönbség, de nem számít. Sem megyek az úton lefelé, senki sem mondja, gyere, bé. Megyek az úton lefelé, senki sem mondja, gyere, bé.
Az igazi mestereik a falusi zenészek, akik beleszülettek a zenész létbe. Nagyon sokszor megvolt, hogy a zenész édesapja, nagyapja, nagybátyja zenész. Egészen kicsi korában már a kezébe volt a hangszer. Úgy tanulta a muzsikát, mint ahogy mi az anyanyelvet. Észre se veszük, ezzel csak beszélünk. A falusi zenészek nem ismerték a kottát, de nem is volt rá szükség. Mindegyiknek ismerték a kedvenc dallamát, nem csak a saját falujukban, hanem sokszor a szomszéd falvakban is. És pontosan tudták azt, hogy ki, mikor, mit szeretne hallani. Olyanok voltak a faluban, mint a mágusok, mint a gyógyítók, hiszen a zene az gyógyít is, nem csak arra való, hogy mulatni lehessen, táncolni lehessen rá. Magyar Palatka mezőség, Erdély mezőségnek egy olyan faluja, ahol talán Erdély legegységesebb, legcsodálatosabb családi zenekara élt, él, működött és működik. Ahogy kiesnek az öregek, meghalnak, mindig helyükbe lép a fiatal és folytatja azt a hagyományt. Az egyik jellegzetesség ennek a zenének a rögtönzés. Az azt jelenti, hogy nem egy meghatározott, megbeszélt zenei folyamatot muzsikálnak, hanem a prímás, azaz a zenekarnak a vezetője, az első prímás, ő érzi a hangulatot és követi a hangulatot és teremti a hangulatot. Ezt megtanulni csak úgy lehet, hogyha együtt muzsikálunk ezekkel a zenészekkel. Ezért volt, hogy Portereki Laci Magyar Palatkára költözött, együtt élt ezekkel a muzsikusokkal, együtt járt velük bálokba, lakodalmakba, köszöntőbe. Ami most születik, amit ő most vezet minket, egy ilyen mezőségi szabad zenélés, az olyan, ami most itt jön létre. Thank you.
amikor a hideg front jön, akkor mindig itt van először hideg, jól mondom? Az Alföldön még ott mindenki sütkezik a nagy melegben, itt már hideg van. Hát ugye az ország nyugati határán vagyunk, és hogyha nyugat felé indulunk, akkor ha annyi időt, annyi távolságot tennénk meg, mint ahogy a Csángóikhoz eljutunk, szerintem már Svájc közepén lennénk. Csángó magyarok Modvában legtávolabb élő magyar testvéreink, rokonaink, akik egyáltalán az eredetük és a történelmük is nagyon különös, és még viták folynak a szakemberek között is, hogy kik is ők valójában, de hát mi katolikus magyarok, akik megőrizték a nyelvüket, és egy különös, csodálatos zenei és kulturális örökséget hagytak rá. A balladáik fantasztikusan Kalóz Zoltán balladák könyvében már bevezetett minket ebbe a csodavilágba. Most egy ballada következik, a modvaiak balladája, a hegyi pásztor, a szép fehér pakulár balladája. Just
Köszönöm!
köszönjük szépen! Sipos Mihály! Portány László! Kacsó Manga! Éri Péter! Zenével búcsúzunk, ezt úgyis beterveztük. Úgyhogy köszönjük szépen a meghívást. Nagyon nagy örömmel jövünk ide mindig, ez egy csoda hely most már, komolyan.